A Dériné Fesztivál igyekezett a legkisebbeket is megszólítani. Így voltak kézműves foglalkozások, papírszínház előadások, játékos kaland Petőfi nyomán, és a Kenderkósz népi játszóház is kitelepült a festői Kazinci kertbe. A játszóház egyik mottója: hagyományőrzés játékosan. A Kenderkósz népi játszóház egy bérhető, rendelhető játszóház, különböző fesztiválokra, iskolákba, óvodába szoktunk járni. Most ide a lisztes játszónkat hoztuk el, ahol a kenyérkészítés folyamatát játszhatják el a gyerekek, egészen a szemes búza őrlésétől kezdve a kenyér sütéséig. Vannak ügyességi játékaink, hordolóaglás, kujjalábazás, különböző célba dobó játékok, illetve van egy kis népi babakonyhánk, ahol süthetnek, főzhetnek a gyerekek. Nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, sőt nem csak a gyerekek, hanem a szülők is, nagyszülők, de akár gyerek nélkül érkező vendégek is nagyon szívesen kipróbálják a ügyességi játékokat, és nagyon nagy sikere van mindenhol. Nyíri Péter, a Magyar Nyelv Múzeumának igazgatója örül, hogy a Dériné Fesztivál gyermekprogramjainak ők adhatnak helyet. És számunkra a legörvendetesebb az, hogy ami ennek az ötnapos programsorozatnak, a Dériné Fesztiválnak a gyerekprogram része, az itt van Széphalmon. Tehát a szervezők bizonyára felismerték és megtapasztalták már tavaly is, hogy ez az 5,5 hektáros kert, amelyet egyébként héten csütörtökön adtunk át ünnepélyesen, tehát ez a megújult 5,5 hektáros kert nagyon is alkalmas gyerekprogramok megrendezésére. Itt a fák alatt, az udvaros részen standokat lehet felállítani, kalandjátékot lehet játszani, a szabadtéri színpadnak is van helye. A fesztivál szervezői, a Kenderkósz Népi Játszóház és Nyíri Péter egyaránt fontosnak tartják, hogy hagyományainkkal már fiatalkorban megismerkedjenek a gyerekek, és nem utolsó sorban kiváló szabadtéri játékélményeket tudjanak szerezni.